Amerika egyezményt ajánlott, Izrael elfogadta, de a Hamas visszautasította. Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértővel beszélgetünk, jó reggelt, ki... jó reggelt, jó reggelt. kívánok. Egy picit uh, talán sablonosnak vagy ellentmondásosnak tűnik az indoklásuk, hogy uh, ugye új feltételeket akar szabni Amerika, és hogy ezzel még tovább húzzák a háborút. Miközben ugye pont a is, és a tűzszünetről lett volna szó. Teljesen más érdekeket lehet tapasztalni. Hát az amerikaiaknak ott van a választás, valamit fel kellene mutatni. Nagyon jó néz neki az, hogyha most egy megállapodás létrejön, akár csak egy tűzszüneti megállapodás, úgy tűnik, hogy ez nem fog összejönni. Hát lehet látni hogy a szegény külügyminiszter egyik országból a másikból meg próbál közvetíteni, szinte a fél életét a közel-keleten tölti, most megint Izraelbe volt, és hát most Kajróba folytatódnak a tárgyalások, tehát ő nyilván ott van nem valószínű, hogy elfogadják a javaslatot, tehát amit most ők tettek. Izrael, amit ő most kapott az amerikai túl, arra Netanyahu azt mondta, hogy rendben van, de sok feltétel van. Tehát ők meg akarják tartani a Philadelphia folyosót. Azt tudni kell, hogy a Philadelphia folyosó ugye a egyiptomi határ mentén van, amit régen elfoglaltak az izraeliek, de most kibővítették, tehát szélesebb, mint korábban volt. Az nyilván nem tetszik a Hamasnak, tehát ők most ezt próbálják erőltetni, és hát egy örök vita, kit engedjünk szabadon, vagy kit nem. És hát a Hamasnak is megvannak a követelményei, hogy kit szeretnek megkapni, többek között Bargutit, ugye ezt már többször Mondták, de a helyzet az, hogy ebben nem fog belemenni Izrael. Tehát én nem vagyok optimista a jelenlegi kajrói tárgyalásokat illetően, és hát úgy gondolom, hogy ha valami közelít, akkor mindig egy esemény történik. Most például hogy egy öngyilkos meréletet készítettek elő Tel Avivba, ami jó néhány évvel ezelőtt fordul csak elő, utóbbi időben nem. Jó, hogy véletlen volt, hogy felrobbant állítólag az eszköz, nem is halt meg talán csak az illető személy, ha nem hat meg, akkor úgyis elfogják és kivégzik, de a helyzet az, hogy egyelőre nem vagyok optimista a tárgyalások végig kifejletít, illetően. A túlszokszabadon bocsátás illetően az nyilván egy kardinális kérdés Netanyahu számára, ugye folyamatosak a tüntetések, ott bármi előrelépést el lehet fogadni, vagy lehet látni a javaslat kapcsán? Nem, mert Izrael azt mondja, hogy mindet ki kell engedni, és, és tulajdonképpen Izrael követi a kislépések politikáját, de van olyan kérdés, amiben viszont azt mondja, hogy akkor ebben nincs semmiféle pardon, tessék kiengedni az összes túlst, és utána beszélhetünk. Uh -huh. A Hamas részéről pedig azért, pláne akik most vannak ott bent, azok főleg katonák, ez nagyon jó csere alap, tehát ők ezzel még játszadozni akarnak, nem feltétlen mennek bele. Egy-két embert kiengednek, halottakat kirakják, hogy vigyétek haza. Nekünk már ez úgyis csak gondot jelent, ami a hűtést illeti, úgyhogy nem várható rövid időn belül, és egyébként senki nem tudja, hogy hány élő van közöttük. Nyilván van egy pár félek, akiket családoknál helyeztek el, hát akik az alagutakban vannak, nem nagy esélyük van arra, hogy élve maradtak volna, uh -huh. de ezt senki nem tudja megmondani. Ugye az, amivel kezdtük is, hogy, hogy az egész nyilván az amerikai elnökválasztás miatt nagyon sürgős Amerikának, Így van. ez nem helyezhet olyan nyomást, akár Izraelre is, hogy nyilván elengedhetetlen számukra Amerika támogatása, hogy valahogy felgyorsítsák ezt a folyamatot? Ezért mondtam most a hogy elfogadja az amerikai vaslatot. Tehát ki van itt találva, hogy mit kell erre mondani, de azt amúgy jön a de és utána itt megállunk valahol. Tehát itt azért Netanyahu-nak is, is, vannak magánérdekei is, nem csak az ország érdeke, és neki pillanatilag az az érdeke, hogy még ezt folytatódjon. Tehát ők ezt, amit mondott az elején, hogy meg akarjuk szemisíteni a Hamaszt, egy butaság, mert ez úgysem működik, tehát a teljes mitékben nem lehet felszámolni, és ugye egy helyet jön három, de a helyzet az, hogy a Bibinek nem érdeke az, hogy valami megápodás kösönek és főleg nem a Hamasznak, kivel állapodjon meg. A Hamasz és a Fatak nem Egyezik meg egymással. Ők a hamaszal semmiféle szerződést nem akarnak kötni, és azon dolgoznak, hogy legyen egy olyan csapat, aki a hamasz tudja pótolni és irányítja a gázai vezetet. Ebben jelenleg semmiféle előálladás uh -huh. nincs. Uh -huh. Egyébként, hogy néz, hogy néz ki egy ilyen tárgyalás a valóságban a hétköznapokban? Tehát, hogy ki ül le az asztalhoz, hogyan folyik a kommunikáció, ki, ki a döntéshozók, és milyen mesdjén folynak ezek a tárgyalások? Tehát, hogy ki kivel tárgyal, tehát összesen együtt nem ülnek le. Itt közvetítések vannak, tehát egyik csoport az egyik irodában van, a másik a másikban, és átmennek egymáshoz közvetíteni. Hát a Hamasszal nem ül le Izrael, de a, a, a Hamas sem ül le el tárgyalni, tehát az csak közvetítőkön keresztül, de látszik, hogy a hírszerű szolgálatok vannak bevonva, hát ott van az egyiptomi hírszerű szolgálat vezetője, ott van a Mossad vezetője, a Simbet vezetője, tehát itt, itt tulajdonképpen azt lehet látni, hogy nem az első vonal emberei tárgyalnak egymással, hanem a második vonal részéről vesznek részt a tárgyalásokon, és hát nincs ki kialakult álláspont, úgy tűnik, egyik oldalon sem, vagy keresik azt, hogy miért nem. Ukrajna? Igen, hát van egy sokkal egy közelebbi is sokkal közelebb, háború. igen, nem nekem marad? marad, ugye most, ugye pont, hogy egyre jobban nyomulnak előre az ukránok ugye Oroszországban, és ugye Zelenszki szerint Putin csak blöfföl, amikor megtorlással fenyeget. Nem tudom, szerintem már maga a blöff is egy, egy, egy hatalmas probléma ilyen hát, szempontból. Tehát van, én... van mitől tartaniuk. Ez most valóban egy blöff lesz, vagy ez megint csak egy kommunikációs? Úgyhogy nem jellemző blöffölne. Tehát, én, amit mondom mögött azért elég konkrétumok vannak, de azt meg kell mondani, hogy a rendkívül váratlanul érintette őket ez a kurszki támadás, és nem szabad elfelejteni azt, hogy nincs katona erő a közelben. Az orosz részről. Uh -huh. A másik oldalon viszont válogatott csapatot hoztak össze. Tudjuk azt, hogy Zsenelenszki hozott egy olyan elnöki rendeletet, hogy a katonai alakulatokat át lehet alakítani, és onnan a jó, stabil, felkészült embereket lehet egy csoportba összegyűjteni, és ezekkel támadtak. Most azt sem szabad elfelejteni, hogy akik behatoltak, azokat azért hátulról támogatják, tehát az országból, ukrán, ukrán részéről, és nekik ott vannak erőik. Tehát én úgy gondolom, és úgy látom, hogy egy jól előkészített támadás volt, amit az ukránok csináltak. Hogy mi lesz a vége, az nagy kérdés, mert nyilván az oroszokból bosszú fognak állni. Hát a Putin második napon elmondta, hogy innen ki kell szorítani az ukránokat, tehát itt lesz valószínű egy nagyobb támadás, csak pillanatnyilag nincs kivel ez a probléma. Látni kell az, hogy az oroszoknak nem végtelen a képességük. És hogyha nem azt a kérdést tesszük fel, hogy mi lesz a vége, hanem azt, hogy miért csinálta ezt Ukrajna, akkor arra is többféle választ kaphatunk például azt, hogy Azért, hogy egy esetleges tárgyalásnál jobb pozícióba kerüljenek, Igen. mint amiről a fehér orosz is beszél, de ő azt is hozzátette, hogy oké, okay, de ha valaki orosz határon belül támad, akkor ezek után kiülne le Zelenszki-a -e tárgyalni. Ennek megvan a cél. Tehát pontosan ki van dolgozva, hogy mit akarnak, mi a cél, meddig mennek előre, és ott azt lehet látni, hogy azért a nemzetközi közösség is elég furcsán viszonyul ehhez. Tehát hol az egyik mellé állnak, hol a másik mellé. Természetes dolog az, hogy az ukránok ezzel el akarják kérni azt, hogy mondjuk az oroszok nagyon előre tudjanak törni és gyorsan dombaszba, és meg tudják támadni mondjuk majd Harkovat, nem ma hanem egy kicsit később. Hát, hogyha az északi területet ők megszállják, akkor ez kicsit nehezen megy. Tehát itt azért ki van találva, hogy mit kellene tenni. Ugyanakkor, hát az oroszok meg abból a szempontból vannak kellemetlen helyzetben, hogy egyrészt nincs erő, másrészt pedig saját területen vannak. Tehát ott azért nem lehet nagy bombázásokat csinálni, és nem doba, dobálhatnak le korlátlan mennyiségbe eszközöket, mert hát saját területeket pusztítjuk, és hát ez azért elterjedt Oroszországba is, hogy tehát az anyácskát megtámadtak, és, és ez, ez, meg Putinnak is jó, mert még többen jelentkeznek a cserekbe. Tehát nem biztos, hogy neki most érdeke az, hogy ne folytasson, ne, ne folytat ugyanez a dolog, mert csomó önkéntes jelentkezővel a hadsereget ki tudja egészíteni, és nem kell neki azt a kényes témát bevezetni, hogy mondjuk elrende a mozgósítást. És itt is volt egy mondat, ami picit szembe megy az észszerűséggel, már nem először. Az ukrán elnök diplomatáknak tartott tájékoztatóján kitért arra is, hogy biztatja országon nyugati szövetségeseit, lazítsanak a nagy hatótávolságú fegyverek használatának korlátozását. Hát ez egy örökös vitatéma, hogy most mit használhatnak, és meddig, és milyen mélység. Kinek jó, és kinek rossz? Hát, hogy. Hát természetesen az ukránoknak jó, hogyha hozzájárulnak ahhoz, hogy nagy hatótávolságú eszközöket használhatnak. Nem jó viszont annak az országnak, mondjuk Németországnak, aki adja, és úgy egyébként valamilyen szintű kapcsolatot akar jelenleg is, és valószínűleg jövőben is tartani Oroszországgal. Tehát itt azért ez, ez nagyon kényes téma, hogy mit adnak, és mit tudnak elérni az ukránok. Nyilván ők megpróbálnak mindent, de ne felejtsük el, hogy az ukránoknak nagyon sok saját egyáltalán drón van amiket, amiket intenzíven használnak. Tehát nem feltétlenül van nekik arra szükség, hogy most nyugatról kapjanak. Nyilván tüzeségi lőszereket, azokat azért kapnak, és nem mindegy, hogy milyen lőtávolságokkal, illetve milyen hatással bírnak ezek az eszközök. Én úgy gondolom, hogy orosz részül is lesz egy kis meglepetés. Tehát nem csodálkoznék nagyon, ha az oroszok próbálnák megakadályozni azt, hogy az átment erők vissza tudjanak jönni. Ők ugyan támogatást kapnak Ukrajna területéről, de az oroszok be fognak valahogy menni, úgy, hogy ezeket ne tudják hazaszállítani, el lehet képzelni a következményeket. Ugye úgy fogalmazott, hogy ez a kurszki betörés, ez felemás fogadtatásra talált a szövetségeseknél. Igen. Illetve ugye tudjuk azt is, hogy Németország hozott egy olyan döntést, hogy fokozatosan, de leépíti az ukránoknak nyújtott támogatásokat. Szövetségesek szempontjából most hogy áll Ukrajna? A szövetségesek szempontjából jól áll, hát több mint ott 60 ország támogatja, ugye hoztak egy olyan... De az, döntést. az erőforrások? erőforrásokat lehet venni. Nagyon sok zsoldos van náluk, tehát pénzért lehet találni embert, akik örömmel mennek arcolni, vagy egyébként meg az oroszok is ugyanezt csinálják. Megfizetik őket is, nagyon sok csecsen, meg innen-onnan összeszedett ember rendelkezésre áll, és mennek. Ugyanez van ukrán oldalon is. Tehát nem feltétlen kell azzal foglalkozni, hogy most Ukránában hány tartalékos van, meg annyit tud beírni, majd, hogyha van pénz. Hát ha van pénz, hát egyelőre úgy néz ki, hogy van, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a a folytatás mondjuk a választások után, az amerikai választások után, de látszik, hogy az ukránok bilaterális megoldás, megállapotást kötöttek számos országgal, és kapnak támogatást. Van támogatás, akkor ez megy. Sajnos úgy néz ki, hogy ez folytatódik tovább. Tehát ilyen dolgokat mondani, hogy most itt egy gyors béke lehetőség kínálkodik, én nem tudom elképzelni. Egyik fél részéről sem. Mind a kettő a terepen egy jobb helyzetet akar. Hát ez szolgálja, az kurcki betörés is szolgálja azt, hogy az oroszok haladnak előre, Donbassban, Luganszban. Tehát ők folytatják tovább a küzdelmet, és ez mind a terület szerzés érdekében folyik. Kisveredek József, köszönjük szépen, hogy itt vagyunk. Köszönöm volt, szépen is.